Na szóval, kisfiam, elmegyünk, és egy kis átalakuláson fogunk átesni, mivel ez hogy... Jó lesz, fiam, olyan lesz. Hallod? Úgy nézünk ki, mint két vadember, hallod? Nagy megnőtt hajjal. Szóval az a lényeg, hogy szeretnélek egy kis meglepetésben részesíteni ma, mivel hogy már kellőképpen nagy fiú vagy, szeretnélek egy ajándékkal is meglepni, de hogy igazából a legfontosabb, hogy elindultunk így, fogja fejjel, kíváncsi vagyok olyan nap végére, hogy fogunk hazajönni. Okés? Elmegyünk egyet fodrászkodni, az autót megmosatjuk, hiszen most már lassan olyan, mint egy tank, alig látunk ki belőle, csak ilyen réseken leskelődünk kifele. Azt is szépen rendbe rakatjuk, és a többit majd még meglepetésnek szánom. Okés? Jó. Kicsit még álmos vagy? Hát igen. Reggel van még. Nem. Hosszú volt a hét. Igen. Gyere, menjünk! Az AirPods meg a telefon az mindenféleképpen legyen nálunk. Nézd rám, milyen kis micike fejedben. Gravity pulls me down. I know I'm tripping. I'm falling in love with the drum breaks. She keep me safe from the gunplay. When I'm hungry, she feed my soul. When I'm lonely, she keep me company. Elmegyünk, megcsináljuk a séróját ennek a apának, és utána elmegyünk, és nézzünk egy kis köncert, meg egy meglepetés. Vigyázz, ez a lift tudna veszélyes, amit a férfi gyerek maradva tudod. Hallod, nekem tud akkor is tudni, voltál egy kedvencem? Sztorin, Törökország, mikor tudod, elkarcoltad a lábadat, tudod? Mivel? Valamivel tudod, és folyt a vér a lábadból, tudod? Ja, aha. És akkor üvöltött egy, Siló Isten, apa! Na gyere, menjünk. Na jó kis lampót ez azért kém. Hallod, az ilyen tebe is más fáradt, nem? Kis shoppingolásban, szartok, mondjuk nem vettünk ki a kocsiból. Az ott maradt a kocsiba. Itt vannak a csajok? Mondjuk itt vannak a világítanában. Na, ott most látom. Hát sziasztok! Kérdőségem! Hát Mizu! Hát Mizu! Semmi! Na, hogy sikerült ezek a fiúnak? Hát, jó volt! Új zettek, új frizurák! És? Mi ez a foci cipő? Mi ez? Balett cipő? Anyát levettem egy balett cipőre. És te most itt ezzel gyakorolgatsz? A ház mellett, a tenszemállam azt mondta, hogy ez van. Igen, és akkor gondoltam, hogy kívül mellett. Komolyan? Igen. Hallod, kicsi lány, mit kell csinálni egyébként? Vagy miket tudsz már csinálni? Látom, már gyakoroltál, meg is van kopva az eleje. Az a lényeg, hogy az elején, teljesen az elején kell állni. Szóval ezen a részen teljesen rajta kell állni. Na mutass valami! Hallod, ezért ezt meg tudod csinálni? Hát lehet, várj, én mindennek bírom csinálni. Na várj, szerintem ez a történet lesz, amit nem fogunk tudni megcsinálni. Na ezt figyelj, még ebbe is megcsinálom. Gyakorolgassál, én meg neked szeretnék mutatni még valamit, behozzuk a bőrcsekit, mert én azt szeretném, hogy felveszel egy bőrcsekit rám, mert van még egy meglepetésem, amiről beszéltem ugye a nap elején, és megmutatom. Meglepetés a meglepetésnek a meglepetése. Oké, és csücsenj le, dobd le a kabátodat, hozom a bőrszerkót, és akkor szeretnék még adni valamit. Na gyere, Fönci! Ho-ho-ho! Miért egy új telefon vagy mi? Igazából megmondom neked őszintén, hogy bár láttam rajtad, hogy nem nagyon szeretnéd a bőrkabátot venni, meg ilyesmi, nem biztos, hogy ez már annyira divat, stb. De én mégiscsak elhatároztam azt. Volt egy vízó előttem, mikor az én kisfiamnak ezt a bizonyos ajándékot oda fogom adni, elképzeltem, hogy kap egy nagyon jó kis bőrcsekit, és megkapja. De gyere, üle! Gyere, hopi le onnan! Tudom, hogy te minden lébe kanál akarsz lenni, de most nem rólad szól ez a történet. Szóval, ez itt egy... Én akarom ki-unboxingolni! Tényleg? Jó, felőlem mehet, tessék, nézd meg! Ilyen szép csó!
csomagolás, neked tekintgetés. Látszik, hogy a márkájáról még nem jöttél rá, micsoda. Látszik, hogy még ilyenne nem volt dolgod. Bezzeg egy iPhone lett volna, vagy egy telefon, azt egyből tudnád, hogy micsoda. És ez fehér dobozba lehet. Például. Ah! Jézus! Krisztus, még csak is ide jött! Na, mit szólsz hozzá? Na, nagyon fontos története az órának. Irmánkozó voltam, amikor én megkaptam az életem első óráját. Nagyon-nagyon fontos dolog az, egy kisfiú, aki elkezd már felnőni, nagyon fontos, hogy legyen neki egy órája. Tehát az óra az egy nagyon-nagyon fontos dolog egy férfi életében. Mint látod, nekem is van egy jó pár órám, ezt speciál nagyon szeretem. Ez itt egy automata óra, ami azt jelenti, hogy ha leteszed a kezedről, akkor két napig még jár az óra, de utána megáll. Van benne egy olyan szerkezet, amitől ugye felhúzza magát. A lényeg annyi ezzel kapcsolatosan, amit kiszerettem volna ebből hozni, hogy egy férfinek a cipője, az órája és a frizurája az, ami a legeslegfontosabb. Na de, ha elmész valami olyan helyre, nyaralsz, tengerparton vagy medencénél ülsz, stb., akkor ugye nincs cipő, nincs semmi. De óra van. Egy óra van, úgyhogy tegyük fel a kezedre. Még egy nagyon fontos dolog. Az órát mindig a bal kezén hordja az ember. Jó, ezt azért tudtam. Aki a jobb kezén hordja az órát, az amatőr. Annak fogalma nincs egyébként ezekről a dolgokról. Itt van a kis bal kezecskéd, megfogod, ezt itt összehúzod. Lehet, hogy most egy kicsit ezt becsípem a kis bőröcskédet, és ez a biztonsági csatja, ezt lenyomod. És jó a kezemre! Végre van egy rendes órám, ami jó a kezemre. Tudom, hogy van neked okos órát, stb. De tulajdonképpen egy ilyen automata óra az mindig rajtad van. Az folyamatosan rajtad van, ez ütésálló, karcálló, stb. Nehogy Isten, bármi baj ér, valahol elveszíted a pénzedet egy buli után, nem tudsz hazamenni, bármi történik, mindig van egy óra a kezeden, tulajdonképpen, ami képvisel egy értéket, és ha bárhova odaviszed és odaadod, vagy zálogba leteszed, mindig ki tud menteni az életbe bizonyos dolgokból. Az okos óra az is egy nagyon fontos dolog, viszont az jó sportolásra, pulzusmérésre, stb., de egy férfinak az órája olyan, mint egy diáknak az ellenőrzője. Az mutatja meg valójában, hogy ki vagy, milyen rangod van, és tulajdonképpen milyen társadalmi helyzet szerint éled az életed. Szóval gratulálok az új óránthoz, tulajdonképpen az én szememben már ez egy ilyen felnőtté válásnak ugye a korai kezdete. Gratulálok! Én még csak ezüst vagyok, de te már arany! Én vagyok még a második. Figyelj, ez nem kell azért ezt a rangozást ennyire komolyan menni. Egy biztos, hogy ez egy nagyon fontos alapköve. Erre mindig emlékezni fogsz az életben, mikor apukámtól megkaptad életed első automata óráját. Jó? Na gyerünk, vigyed a dobozodat, és ezt remélem a vitrínbe beteszem. A szobámba. Oké. Köszönöm. Uaj, te. Na, öltözz át. Kapoljuk ki, kimegyek a kocsiba a szatyrokért. Hát mit csinálsz a kicsi otipotit? Hát mit csinálsz? Hát nem morrog. Hát el fogom azt venni tőle. Hát hogy nem fettetted le még a derekeket? Úgy, de vigyázol rá. Hát el fogom ezt venni. Ajaj, nehogy megharapjál. Ojj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 j. Jól van, na. Hát fekökézzél le aludni, mert nagyon későre jár. Ajaj, nagyon kemény vagy. Hát miért nem fektetted még le a derekeket? Hol van, Coki? Hát hol vannak a derekek? Hát futás, megyek a Laurát is lefektetem alukálni. Te nagyon irigy vagy erre a lasztira, öregem. Ajaj. Mi? Kicsi lány, szia drágám, de még nem feküdtél le alukálni. Hát mi van? Hát már megint hoztad azt a lasztit? Mi? Hát el fogom menni most már azt a lasztit, amit nagyon vigyázol rá és őrzöl. Mi nem alszol már? Milyen napod volt, kicsi lány? Mi ez a nagy zongorázás? Hát mi jó a... volt, csak holnap lesz, tudod, a zongoravizsgám, és arra gyakorlok. Jaj, gyem a kicsi szívedet. Szerintem most már hagyd abba, mert ilyenkor én is, mikor gyerek voltam, akkor mindig hiddel úgy volt, hogy még az utolsó pillanatban, még este is, még magoltam mindent. Egyszerűen annyira fáradt voltam, hogy már nem ment a fejembe egyszerűen az, amit meg kell tanulni. Tudom. Reggel átolvastam, reggel még egyszer. Tudom, neked most nem osztottunk lapot, most a Laurával beszélek. És igazából tehát reggel még egyszer elgyakorlod, és hidd el, jó leszel. Mondtam, nem dumálunk veled. Csak az a baj, hogy
Holnap lesz, és félek, hogyha elrontom, akkor... Jó, nyilván egy kis hibától nem bukok meg, de hát azért... Fejezd már be! Látjuk, hogy ott van a labda, mindjárt jól elveszem tőlem. Na mindegy, megkeresem a Normikát, és irány fogat mosni, és irány be az Ágyikóba alukálni kell egy jó nagyot, oké? Okay? Jó, babukám, na szeretlek, jó éjszakát! Jó éjszakát! Akkor... Innen folytatjuk. Szeretlek. Szeretlek, baba! Gyere, buffogó kutya! Hát gyere, otipoté, megyünk! Gyere! Jó reggelt, kávéját! Hát mi történt veled, hogy ilyen kis szorgos lettél? Hm? Nem tudom. Ma itt a kávé, de pa. Wow, ráadásul stílusosan Laura is van a zsugébe. Na várj, meg nincs kész. Na jó van. Hát nem tudom, azért a részletekre azért jobban oda figyelhetnél. Hát, ahogy elnézem így a konyha bútort, mert tulajdonképpen egy biztos baristának ne készült ilyen, tehát hagyjuk. Ez gyorsan arról beszél, mert indulnom kell dolgozni, hogy mi lesz a mai nap programja, mert hogy menned kell iskolába, mindjárt kelteni kell a Laurát, és mit szeretném, mert tegnap valamit nyöszörögtél nekem, hogy valahova menjek el, vagy mi a lényeg a történetnek? Hát egy plusz táncórára, mert ugye nem voltam ott. És ja, mert hogy hétfőn kiválasztott, ki, nem voltam. Újkor. Jó, de hányra menjek, érted? 5-re. Jó van, rendben van, 5-re ott vagyok akkor. Gyorsan futás öltözni, mert indulni kell az iskolába. Sajnos. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, nyomjátok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és a gyulai nézőknek nagyon nagy pacsi és ölelés! Sziasztok! Just lose my